Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a 22. polgárőr nap alkalmából és egyben ezen a jubileumi évfordulón. Örülünk, hogy itt Sopronban rendezik meg ezt a jubileumi évfordulót, és örömmel adtunk helyt a városban, itt a Zöldben, ahol ennek a rendezvénynek azt hiszem a legjobb helye volt. A mai nap a polgárőrség ünnepe. A mai nap a polgárőrök ünnepe. Ünnepe csak összetartozó közösségnek van. Közösségeink kötőanyaga az összetartozás, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, de közösségünk működtető ereje a rend. Csak emlékeztetném a jelenlévőket, hogy 25 évvel ezelőtt 1991 tavaszán lakossági, azt is mondhatnám népi kezdeményezésre megalakultak az első önvédelmi csoportok, az első polgárőr egyesületek. A polgárőr egyesületek meglepően gyorsan gyökeret eresztettek a magyar falvakban, a magyar városokban, azt is mondhatnám, hogy az egész magyar társadalomban. A 25 éves polgárőrség Magyarország olyan egységes, civil, felelősséget vállaló szervezete, amely a gyerekek biztonságától kezdve az időskorúak nyugalmához egyáltalán egyformán hozzájárul, amelynek együttműködésére számíthat Magyarország lakossága, kormánya, a rendőrség, valamint valamennyi rendészeti szerv. Nőtt az objektív biztonság. 2010-ben 430 ezer bűncselekményt követtek el az országban. 2015-ben csak 280 ezeret. És reméljük, hogy ez a folyamat tovább folytatódik. Ennek a tovább folytatásához szükség van a polgárőrségre, a rendőrségre és a kettőjük együttműködésére. Fogadalom! Hozz! Én, Szakszon vagyok, a polgárőr, fogadom. Hogy a polgárőrséghez önként csatlakozom. Szabad időmben ellenszolgáltatás nélkül. Bűnmegelőzési szolgálatot teljesítek. Településemen közreműködök a közbiztonság megőrzésében. Embertársaimat segítem. Részt veszek a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzésében. A katasztrófák és vészhelyzetek elhárításában. Élen járok a természet és környezetünk védelmében. Legjobb tudásom szerint látom el. Hazám Magyarországra vára.
Yeah.